Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők, a rendőrök és a tűzoltók hétfőn este. Egy 4 tagú család hunyt el szénmonoxid mérgezésben egy budapesti lakásban. A mérgező gáz magas koncentrációját már a bejáratnál kimérték a szakemberek. A tragédiát az okozta, hogy nyílt égésterű bojler működött a lakásban, ami a mérgező gázt nem tudta kivezetni a kánikula miatt, kívülről felforrósodott, de belülről hűvös kéményen keresztül. Így légdugó jött létre, a szénmonoxid pedig visszaszivárgott a lakótérbe. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, éppen a hasonló esetek elkerülése véget fontos nyáron is folyamatosan szellőztetni, ott, ahol nyílt égésterű tüzelő vagy melegítő berendezést használnak. A másik ilyen megoldás vagy alternatíva, az pedig vannak ilyen veszélyes koncentrációt érzékelő készülékek, a szénmonoxid érzékelő készülékek. Ezeknek a listáját a katasztrófavédelem rendszeresen megosztja a honlapjain, többek között a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is. Én mindenkit arra kérnék, hogy ezeket igyekezzen beszerezni. Egy ilyen berendezés nagyságrendileg nagyjából 10 000 forintba kerül. A szénmonoxid miatt egyébként folyamatosan egész évben kell vonulniuk a tűzoltóknak Tolna megyében is. Tavaly évben 22 ilyen esetet tudunk említeni. Ebből 5 olyan esemény, ez csak márciustól nyár végéig történt, következett be, tehát ez megint csak azt mutatja és bizonyítja és támasztja le, hogy igen, tehát nem dőlhetünk hátra a fűtési szezon befejeztével, ezek sajnos nyáron is szedhetik az áldozataikat. Ebben az évben pedig egyelőre 10 esetet számolhatunk. A biztonságos és bevizsgált szénmonoxid érzékelőkről a katasztrófa védelem folyamatosan frissített listát közöl a honlapján, ami a Tolna megyei szervezet internetes címén is megtekinthető.